napi témánkat felölelte, és így megkönnyítette a következő előadóknak a feladatait, hiszen amit lehetett értékes információt, úgy gondolom, hogy megkaptunk ebben az első adásban. Én ettől függetlenül úgy gondolom, hogy érdemes maradni egész nap is részt venni. Egy érdekes dolog jutott eszembe, nagyon tetszett a kitekintés a meccésre, és kicsit így beharangozom majd a második szekcióját a mai napnak, hogy fölmerült a kérdés, hogy agrális vidékfejlesztéssel kapcsolatos adás lesz, és kérdezte a kolléga, hogy hát hogyan is fűzze össze majd ezt a dolgot az atomenergiával. Hát itt meg volt rögtön a köszöntő beszédben, össze is fűztük ezt a dolgot, aminek külön örülök, mert könnyebb lett majd neki ehhez csatlakozni. A következő előadás program szerint professzor dr. Aszódi Attila, a Paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár és egyetemi tanár fogja megtartani az adását, és ezúttal fel is kérem, hogy folytassa az elkezdett témát. Köszönöm. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok is mindenkinek. Hát tényleg az a helyzet, hogy nagyon sok mindenben fogok reflektálni arra, hogy miniszter úr elmondott. És amikor elkezdtük ezt a konferencia előadást leegyeztetni a szervezőnkkel, akkor én hozzám az a kérés érkezett, hogy ne csak a Paksi projektről, hanem annak a hazai és az európai villamosenergia rendszerben betöltő szerepéről is beszélek, úgyhogy ennek a kérésnek megfelel állítottam össze az előadásomat. Azzal szeretném kezdeni, hogy minden fejlett országnak, mint amilyen Magyarország is, például az közlekedésben szüksége van egy olyan alapinfrastruktúrára, ami az ország különböző pontjait elérhetővé teszi. Ezért vannak autópályák, és az autópályákból leágazva különböző rangú és rendű utak. Egy fejlett gazdaság ezek nélkül, az utak nélkül, enélkül, az alaphálózat nélkül nem tudna működni, hiszen nem lehetne a gyárak között a termékeket szállítani, az adott esetben a termelőktől, a fogyasztókig eljutatni a különböző termékeket, de a lakosság sem tudná munkahelyét elérni, vagy az esetben nem tudná a pihenés helyéül szolgáló helyszínekre eljutni. Tehát nyilvánvaló mindenki számára, hogy a közlekedési alapinfrastruktúra elengedhetetlen enélkül egy ország nem működőképes a 21. században. Ugyanez van a villamosenergia területén is. Ahhoz, hogy az ország működjön, ahhoz, hogy a háztartások működjenek, ahhoz, hogy az ipari termelők működni tudjanak, szükség van a villamosenergia hálózatra, és ebben a hálózatban nem csak magára a drónra, ami eljuttatja a villamosenergiát a fogyasztókhoz, hanem szükség van természetesen erőművekre is, amelyek nagyon leegyszerűsítve a villanyt beleteszik a drótba. Tehát a villamosenergia rendszer egy olyan alapinfrastruktúra, ami nélkül a 21. században nem működhet korszerű ország, mint ahogy az úthálózat is ilyen. Nagyon érdekes helyzetben van a magyar villamosenergia rendszer, ami alapvető fontosságú, még egyszer hangsúlyozom, mind a lakosság, mind pedig a termelő szektorok számára. Miniszter úr utalt erre a nagyon speciális hálózati üzemállapotra, ami március 2-án pénteken délután következett be. Én a saját blogomon is megemlékeztem róla a napokban. Ez a fénykép a Mahírnak a weblapjáról készült, ahol bárki pillanatra nyomon követhető, hogy a villamosenergia rendszerében milyen állapotban van. És azt látjuk, hogy az országhatáron, ha körülmegyünk, akkor minden egyes ír az ország belsője felé mutat. Ez azt jelenti, hogy az összes környékbeli országból villamosenergiát importáltunk abban az időszakban, amikor a villamosenergia rendszer minden idők legnagyobb terhelésű állapotát érte el a 6821 megawattos csúcsértékkel. 3000 megawattot importáltunk ebben az üzemállapotban, és ez az elmúlt időszakban nagyon jellemző volt, hogy miniszter úr elmondta, átlagosan éves szinten durván 30%-át importáljuk a villamos energiának, de nagyon sok olyan időpont van, amikor ez az import megközelíti az 50%-ot. Miért importálunk? Hát egyrészt azért, mert a magyar termelőkapacitások meglehetősen korlátozottak, másrészt pedig azért, mert jelenleg a határainkon kívül számos olcsó termelő áll rendelkezésre. Ezek a termelők azonban olyan elsősorban öreg, fosszilis erőművek, típusúság szintüzelésű erőművek, amelyek hosszú távon nem fognak a villamos energia rendszerben maradni. Egyrészt azért, mert díjazásra fognak kerülni, a koruk, a hatásfokuk következtében, illetve az Európai Unió széndioxid kibocsátás csökkentési célkitűzései következtében ezek az erőművek ki fognak szorulni a piacról.
ez az állapot, tehát amit ezen a képen látunk, igenis nagyon komoly aggodalomra kell, hogy okot adjon mindazoknak, akik a villamosenergia rendszerrel foglalkoznak, mert nagyon rövid időn belül nagyon komoly kapacitás hiány és állapot keletkezhet, amikor ezek a jelenleg az import forrásához szolgáló erőművek kikerülnek a rendszerbe. Ezzel az ábrán azt szeretném bemutatni, hogy honnan is származik ez az import, és tulajdonképpen három állapotot hasonlítottam össze. Az egyik az egy évvel ezelőtti állapot. Szóval az egy évvel ezelőtti csúcsterhelési állapotban azt lehet látni, hogy ott is sok országból importáltunk, de jelentős 1000 megawattot meghaladó exportunk volt, tehát ez azt jelenti, hogy durván 3000 megawatt jött be az országba, és ebből 1000 megawattot tranzitáltunk tulajdonképpen, 1000 megawattot használtunk fel. A mostani állapot, mind a február 28-ai állapot, amikor beállítottuk a tavalyi csúcsértéket, mint pedig a március 2-ai állapot, amikor meghaladtuk a minden időt megadott terhelését, akkor egyáltalán nem volt tranzit, még egyszer utalnék erre az ára, láthatóan mindenhol nettó import volt az ország belseje felé mutató nyilak értelmében, és nagyon jól látszik az, hogy az import Ukrajna, Románia, Horvátország és Szerbia irányában is nagyjából összességében majdnem 50%-ot tett ki, és látjuk, hogy a Paksegy, amiatt, hogy minisztérium is említette egy blokkja, a jelenleg terület karbantartásánál nagyjából 1500 megawattal vett részt ebben a termelési állapotban. Egy kiszolgáltatott helyzetben vagyunk egyértelműen, és gondolják meg, ha ebben az állapotban lenne valamilyen komolyabb hálózati üzemzavar, vagy ott esetben nagyobb előnyünket érintő üzemzavar, biztosak lehetünk benne, hogy a szomszédos országok priorizálnák a saját felsőfogyasztóikat, és nem pedig a mi ellátásunkkal foglalkoznának. És erre egyébként a MAVI is felhívja a figyelmet, a múlt héten a MAVI rövid elemzést adott ki erről a speciális hálózati állapotról, amelyben felhívta a figyelmet az ellátásbiztonsági kockázatokra, és arra, hogy igenis szükség van hazai beruházásokra ahhoz, hogy a magyar villamos energia rendszer biztonsági működését biztosítani lehessen. A miniszter úr elmondta, az Európai Bizottságtól minden engedélyt megszereztünk ahhoz, hogy a Paks-2 projektet lebonyolíthassuk, és az elmúlt két hónapban itt volt az időablak még arra, hogy adott esetben, ha valaki úgy gondolja, hogy ez szükséges, akkor panasszal éljen az Európai Bizottság államtámogatási döntésére a szemben. Hallották a hírekből, Ausztria is megtámadta az Európai Bizottságnak ezt a döntését, nem Magyarországot, bár nagyon fontos hangsúlyozni, hanem az Európai Bizottságnak a döntését támadja, de érdemes a sorok közé is beolvasni. Megnézik ezt a két ausztriai közleményt, akkor ebből az tűnik ki, hogy Ausztria gyakorlatilag ugyanazt a receptet követi most a Paks-2 projektre adott Európai Bizottsági engedély tekintetében, mint néhány évvel ezelőtt a brit Kikolinci atomerőmű hasonló döntésénél tette, és egyébként egyértelmű energiapolitikai vitát exponál az osztrák kormány. Azt mondja, hogy szerintünk a megújulóké a jövő, és szerintünk Magyarországnak Ausztria példáját kellene követni a villamos energia ellátás tekintetében. Hogy ez mennyire lehetséges, erről majd még fogok beszélni a következő percekben. Mielőtt azonban ezt megtenném, arra is szeretnék emlékeztetni, hogy az osztrák keresethet annak idején a brit Kikolinci atomerőműnél csatlakozott Luxemburg is, most ugyanez megtörtént, tehát gyakorlatilag ugyanazt a receptet követi Ausztria és Luxemburg, mint három évvel ezelőtt a Kikolinci esetében, és azt látjuk a luxemburgi kormány kommunikációban is, hogy alapjában véve energiapolitikai vitának tekintik ezt a kérdést, nem kérdőjelezik meg az államtámogatási döntésnek a jogosságát és annak a gazdasági részletet. Nagyon érdekes, hogy nem kapott túl nagy figyelmet, de a Frankfurter Rundschau-ban a német kormány ismertette a álláspontját két héttel ezelőtt, amelyben azt mondták, hogy Németország nem kíván
Ausztriához hasonlóan eljárni, mert hogy úgy gondolják, hogy nincsen olyan jogi hiba az Európai Bizottság döntésében, ami megalapozna egy a határozatot megsemmisíteni képes jogi fellépést, ezért aztán a német kormány tehát nem csatlakozik az osztrákokhoz. Ez bennünket abban erősít meg, hogy igen, az Európai Bizottság döntése jó volt, és az Európai Bizottság ezt a döntését az Európai Bíróságon meg fogja tudni védeni. Tudni kell azt, hogy ennek az osztrák keresetnek nincsen halasztó hatája, semmilyen befolyása nem bír a projekt ütemezésére, és nincs is szándékunk, hogy bármit is másképp csinálnak annak következtében, hogy Ausztria és Luxemburg felügyelni említett lépéseket teszik. És hogy mennyire energetikailag, mennyire nonsense az, amit az osztrákok ebben az ügyben képviselnek, engedjék meg, hogy erre reflektáljunk, bemutatva a környékbeli villamosenergia rendszernek a részletesebb helyzetét. Hogyha megnézik ezt az ábrát, ebben azt láthatják, hogy Magyarországon az erőműveknek a energiahorizontjainti elosztása hogy is alakul. Nagyjából 8000 megawatt termelő kapacitás van a magyar villamosenergia rendszerben, ennek durván egynegyede a Paksi atomerőmű, látjuk, hogy majdnem fele földgázbázison rendelkezésre, és ami még fontos szele, ez a nátraljai lignit bázisú villamosenergia termelésünk, a maga 1000 megawattjára 13%-ot képvisel a magyarországi termelő kapacitásokban. Láttuk még kisebb forrásokat, ezekre most részletesebben nem térnék ki. Ha azt nézzük, hogy mennyi villamosenergiát termelnek ezek az erőművek, akkor azt látjuk, hogy durván 28 terawattóra villanyt állítottak elő 2016-ban a magyar erőművek. Az összes fogyasztás valahol 44 terawattóra környékén volt, ebből a különbségből jön ki az a 30%-os import, amit miniszter is említett. És úgyhogy tehát a magyarországi erőműveknek a termelését nézzük, akkor látjuk, hogy 50% fölötti a Paksi atomerőműnek a szerepe, a mátraljai lignit 19%, a földgáz pedig 16%-kal vesz részt a magyarországi villamosenergia ellátásban. Ehhez képest, ha megnézzük az osztrák hálózatnak a helyzetét, akkor azt látjuk, hogy az osztrák villamosenergia rendszerben több mint 24.000 megawatt erőmű van beépítve. Ez azt jelenti, hogy háromszor akkora villamos termelő kapacitás van a nálunk országméretben kisebb Ausztriában, mint Magyarországon, tehát 24.000 megawatt szemben a 8.000-rel, és ebből a 24.000 megawattból 55% vízerőmű. Látjuk 43% hagyományos átfolyós vízerőmű, és 12% szivattyústározós, vagy tározós erőmű, tehát az osztrák kapacitásokban döntő hányadot a vízerőművek képviselnek. Számottevő a kapacitások tekintetében még a földgáz, illetve a szélenergia 2500 megawatti szélenergiában Ausztriában elsősorban a Burgenland és Niederösszel tartományokban. Megnézzük az osztrák termelést, akkor azt látjuk, hogy 60-61 terawattóra villanyt állítottak elő az osztrák erőművek 2016-ban. Emlékeztetnék, hogy a magyar erőművek 28 terawattórát állítottak elő, tehát több mint kétszer annyi villanyt állítottak elő az osztrák erőművek, és hogyha most itt a terawattórában, tehát a megtermelt villanyban nézzük, akkor az osztrák vízerőművek 63%-át adták az osztrák villamosenergia termelésnek. Tehát amikor azt mondja Ausztria kormánya, hogy Magyarországnak az osztrák utat kéne követnie, és a megújulókra kéne bazírozni a villamosenergia termelését, akkor valójában nem fejti ki az igazság minden ágyalatát, hiszen valójában Ausztria villamosenergia ellátása döntő többségével vízerőműre alapozott, Magyarországnak pedig erre nincsen lehetősége. Miért? Hát miért nem Kecskemét környékére megyünk síelni, miért Ausztriában megyünk? Hát azért, mert Ausztriában vannak a hegyek, nálunk meg az Alföldban, persze mi sokkal jobb vörösbort csinálunk, de a villamosenergia tekintetében ez túl sokan nem segít rajtunk. Nagyon-nagyon más a két országnak az adottság rendszerek, a színbeli különbségek következtében, és nagyon fontos érteni. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés, közvetlenül maga ez az alapszerződés rögzíti az energiapolitika meghatározása tagállami hatástól.
Azért, mert evidencia, hogy minden országnak más az adottságai, gazdasági, energiahordozó, földrajzi adottságok elképesztően eltérők a különböző országokban. Nem lehet egyetlen egységes európai energiapolitikát megfogalmazni, mert az nem működhet minden országban. Nézzék meg, ezen az osztrák térképen feltüntettem azokat a vízerőműveket, amelyek a legfontosabbak abban az energiamixben, amit az előbb bemutattam. Csak a Dunán 9 nagy vízerőmű van Ausztriában, és van egy tizedik az osztrák-német határon. Nézzék meg az ország déli részét, tel is tele vannak átfolyós és szivattyúzós erőművekkel. Mondja meg nekem bármely osztrák kormány, hogy hova telepíteni mi ezeket az erőműveket. Teljes fizikai képesség, nézzék meg a nagy hegyek közötti távozókat. Nyilvánvaló, lehetetlen, hogy Magyarország ezt az utat kövesse, mint Ausztria. Szeretném még kitérni nagyon röviden Németországra, hiszen Németországot is nagyon sokszor halljuk, amikor az energetikáról, vagy energiafordulóról beszélünk. Ezen az ábrán megint a kapacitásokat lehet látni a német villamos energia rendszerre vonatkoztatva. Itt egy rettentően színes képet látunk. Nagyon sokféle erőmű, nagyon komoly kapacitással áll rendelkezésre Németországban. Szeretnék emlékeztetni, hogy mondtam néhány perccel ezelőtt, hogy Magyarországon durván 8000 megawattnyi erőmű kapacitás van a villamos energia rendszerben. Németország, ami lakosság számát tekintve 8 szor akkora, mint Magyarország, 200 000 megawattnyi erőmű kapacitással bír. A 200 000-ből majdnem a fele részt a fotovoltaikus és a szélerőművek adják, és erre van még a későbbiekben szeretnék kitérni. Valójában a villamos energia ellátás szempontjából jelenleg a lényeges eleme az a fekete szén, a barna szén, a földgáz és a nukleáris energia, amelyek itt a kapacitások tekintetében úgy tűnik, hogy nem olyan nagyon fontosak. Ha megnézzük a villamos energia termelést terawattórában, akkor azt látjuk, hogy Németország erőművei 600 terawattóra villanyt állítanak elő évente. Ugye még egyszer mondom, Magyarországon 28 terawattórájú villanyra beszélünk egy évben a saját előállításunkban. Sokkal nagyobb mennyiségekről van szó. És azt látjuk, hogy bizony a kapacitások és a megtermelt villanyban óriási arányban különbségek vannak. Szélenergia és napenergia potenciál, ami majdnem a felét adja a német beépített kapacitásoknak, az mindössze 18%-át adja a megtermelt villanynak Németországban. Ez azt jelenti, hogy valójában Németországra tulajdonképpen valamennyire az Ausztriára is elmondható, két párhuzamos rendszert épített fel, és két párhuzamos, egymást folyamatosan kiváltani a kiegyensúlyozni képes rendszert épített fel és működtet. Nézzék meg, ez egy kicsit bonyolult az ábra, de röviden elmagyarázom, és könnyen meg fogják érteni. Az első oszlop, ez a barna oszlop azt mutatja, hogy hagyományos erőművekben mekkora kapacitás van az adott országban. A hagyományos erőmű alatt az atomerőműveket, fosszilis erőműveket, illetve a hulladékhasznosító erőműveket értem. Ez a egyszínű kék oszlop a hagyományos megújulókat mutatja, amelyek szabályozhatóak valamennyire, vízenergiát és a biomasszát. A barna kék oszlop azt mutatja, hogy összhagyományos erőművekben mekkora kapacitás van az adott országban. A világos zöld oszlop azt mutatja, hogy mennyi az időjárás függő megújulóknak a kapacitása, és a szürke sáv pedig azt szemlélteti, hogy az adott ország nettó exportőr vagy nettó importőr egy adott évben. Azt látjuk, de csak még két dolgot említenék, a sárga vonalka az azt mutatja, hogy az átlagos nettó rendszertermelés mekkora, tehát milyen üzemállapotban szokott általában működni az adott országban a villamos energia rendszer, és a fehér kis sáv pedig azt mutatja, hogy a maximális rendszertermelés az hány megawattomban. Mit látok ebből az ábrából? Azt látok,